Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Varga Réka vagyok. Idén negyedik alkalommal szervezte meg a Tatabányai Bányász Tánc Együttes a Komárom-Esztergom Vármegyei Néptánc Fórumot. Ezzel kapcsolatban beszélgettünk Emma Róberttel és a fórumra kirátogató együttesek koreográfusaival. Itt vagyunk a negyedik táncfórumon. Mesélne nekem egy kicsit arról, hogy hogyan alakult ez, hogy lett, mi a célotok ezzel, mire lehet számítani? Körülbelül 7-8 évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy nincs a megyében egy olyan szervezett fórum, ahol a megyei együttesek bemutatkozhatnának, és akkor kitaláltuk, hogy itt saját erőforrásból legyen megrendezve itt az Vértes Agórában egy megyei táncfórum, ami inkább Komárom-Esztergom vármegyei, akkor még nem volt vármegye rendszer, és ezt azért gondoltuk, hogy a Dunántúli volt területeken levő táncérteseket is meg tudjuk szólítani, és valóban az elejétől kezdve jönnek a túloldalról is együttesek, idén is a Komárom táncműhely, és aztán 5 évvel ezelőtt, amikor elindult a Csóri Sándor program, akkor pénzt is tudtunk már kapni ehhez a Martin Szövetség támogatásával, így aztán biztossá vált ennek a jövője, és elkezdődött az, hogy évről évre ugye a Covid lement, és akkor azóta folyamatosan csináljuk, így eljutottunk a negyedikig, tehát ez így a Martin György Néptánc Szövetség és a Csóri Sándor alap támogatásával tud létrejönni, és a Vértes Agórája ugye a helyszínt adja. Valóban a megye összes táncegyüttese eljön. Az azt jelenti, hogy 20 táncegyüttes van most jelen, és 2 zenetanoda. A zenetanodákat is meghívjuk, ugye van egy Komáromban a Horsa Pista vezényletével, és egy pedig ugye Tatabányának kincsőzenekar a Botyány Ildi vezetésével van egy zenetanoda. Úgyhogy valóban, aki ide eljön, az egy kellő áttekintést kaphat arról, hogy ma a megyében a néptánc hol jár, ki mit csinál, és ami nem utolsó szempont, hogy egymást meg tudják nézni a táncegyüttesek. Ilyenkor ez úgy néz ki, hogy minden táncegyüttes megmutathatja magát a színpadon, és utána van egy közös akár táncház. Minden táncegyüttes egy koreográfiára kap lehetőséget, nem lehet többet. Az már nagyon monstra lenne, hát 22 fellépő lesz, ugye az 10 percekkel van, aki 15, van, aki 20, ez egy több órás nagy gála lesz, tehát egy koreográfiára kap mindenki lehetőséget, és este, amíg a zsűri egy értékelő beszélgetést tart a koreográfusoknak és az együttes vezetőknek, addig itt lent az aulában lesz egy táncház, egy mulatság, sőt, ha van kellő jelentkező, akkor egy legényes verseny is. Milyen a hangulat? Sok az érdeklődő? Külsős emberek is jönnek? Igen, mindezen a rendezvényen és mind a koreográfus versenyen gyakorlatilag teltházzal megy a program. Egy kisebb problémákat is szokott ez okozni, mert ugye a lépcsőn is szoktak ülni, amit nem szabad, de hát ezt próbáljuk majd kezelni. Nyilván a közönség egy része szakmai közönség, mert az együttesek egymást is nézik, jönnek a barátok, ismerősök, rokonok megnézni a sajátjaikat, stb. De azt látjuk, hogy igen, az utcáról is sokan bejönnek már, de minden ilyen rendezvényt nevelgetni kell, építgetni kell. A koreográfus verseny az ugye tavaly volt 10 éves, tehát azt mondhatjuk már, hogy az már felnőtt. Ez talán még nem annyira nőtt fel, de tavaly kaotikus volt a tömeg, tehát aminek örültünk is, meg nem is. Tehát azért már valahol ott van ez is, igen, hogy megismerték. De akkor most a táncfórumon nem egy verseny van, nem, hanem viszont van zsűri, és kaphatnak egy visszacsatolást az együttesek arra, hogy hol tartanak. Igen. Addig, míg a koreográfus versenynél van egy díjalap, és ilyen-olyan díjakat tűz ki a zsűri ilyen-olyan szempontok alapján, addig itt ez csak egy bemutatkozás, és a zsűri kvázi nem zsűri, hanem egy értékelő feladatot lát el annak, aki ezt igényli. Nem is mindenki igényli. És ez egy ilyen beszélgetésszerű, ugye normális zsűri általában 4-5 fő azért, itt ketten vannak, a Kovács Norbert Cimbi és a Hortobágyi Gyöngyvér, akik ezt megtartják, és aztán szépen lehet abból okulni, vagy megfogadja valaki, vagy nem, tehát csak egy beszélgetés. Ahogy így említetted, hogy ez a program még nem felnőtt, mint a koreográfus verseny, van valamilyen terv, vagy valamilyen cél, ami felé szeretnétek elmozdulni, változtatni? Nem, ezzel nincsen, azt gondolom, nincs nagyon további teendő, ezt így nagyjából ebbe a mederbe lehet tovább terelgetni. Ez csak az utcaembere megszokja, hogy akkor van minden évben, és eljön újból és újból, mert érdekli és kíváncsi rá.
És igazándiból a koreográfus versenyen sincs. A kettő között az a különbség, hogy a fellépők itt statikusak, mindig ugyanazok. A koreográfus verseny meg azért eléggé változó, mivel hogy az mellett, hogy országos, Erdélyből is szoktak jönni, meg felvidékről is, tehát ott azért több mindig az újdonság, a más tánc együttes. Itt pedig a megyének a... Így van. Így van, ez teljesen statikus. Sok színűségre számítható? Hát ha a színpadra állított dolgokat tekintjük, akkor gondolom igen, remélem igen, mert nyilván mindenki mást és mást állít színpadra minden évben. Hát vannak olyan pekes időszakok, mikor mondjuk mezőségiből öt is van, de ezt nem tudjuk és nem is akarjuk befolyásolni. Korcsoport szempontjából az érkezőknél van? Hát mondjuk ezt, hogy egy felnőtt fesztivál, de zárójelbe, mert azért manapság a felnőtt együttesek inkább ifjúsági együttesek. Például a Bányász Tánc Együttes is nem csak a nagy együttes hostel, akik ugyan a felnőtt együttest jelentik, de azért ugye 16-tól 26 évig vannak, hanem az utánpótlást is elhoztuk most, mert úgy gondoltuk, hogy itt a helyük. Tehát inkább ez egy ilyen erős ifjúsági most már, nem annyi. De ugye jelen vannak a szeniorok is, ugye a megye három nagy szenior műhelye, a Szarkalábak, az Asszuszemek és a Bányász Öregtáncosok, akik meg ugye bőven 60 pluszosok. Szóval azért ez egy elég széles spektrum. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Itt vagyunk továbbra is a negyedik Tatabányai Táncforumon, és Darabos Eszterrel, a Bányász Tánc Együttes koreográfusával beszélgetek. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad, és itt most mesélsz nekem egy kicsit rólatok. Én is köszönöm. Mivel készültök, hogy álltok a mai előadáshoz? Moldvai táncokat tanultunk együtt közösen az elmúlt egy évben, és ezt fogjuk ma bemutatni. Nagyon izgalmas számomra, mert az előadásnak, a koreográfiának az a címe, hogy ez nem moldvaim. És nagyon érdekel, hogy hogyan fogják ezt a zsűrik lereagálni, milyen visszajelzéseket fogunk kapni. Hogyha nem moldvai, akkor mégis mi történik a színpadon, hiszen moldvai táncokat fognak táncolni a táncosok. Igen, mert hogy egy kicsit belenéztem azért itt a színpad próbátokba, és egy egészen új, tehát hogy nem egy ilyen hétköznapi néptánc fellépést láthattunk. Tehát volt itt lámpacsavarás, ugrálás, döbögés, minden. Talán az új szó az nem a legkifejezőbb, inkább az újszerű, olyan szempontból, hogy ez egy már meglévő dolog, egy mai jelenséget szeretnék a színpadon bemutatni, hogy így is lehet moldvai táncolni, hiszen a táncházban, a bulikban igazából így táncolják, érzésből, ösztönösen, ami jön. Milyen volt a felkészülés? Hosszú, ritkán jövök Tatabányára tanítani, én Budapestről járok a Bányász Tánc Együtteshez, meghívott koreográfusa vagyok a csoportnak, ezért kicsit szakadozottan tudtam itt lenni. Korábbra terveztük a koreográfiának a befejezését, de így alakult. Szóval hosszú volt, de talán mostanra tudott beérni igazán a csapatban a tánctudás, meg a csapat dinamika és az én dinamikám most tudott talán kicsúcsosodni. Mit találsz a legizgalmasabbnak a koreográfiádban? Mi a legizgalmasabb része szerinted? Az elején van egy olyan rész, amikor tükörjelenetnek hívom azt a részt, és a tükörben a párok úgy vannak felöltöztetve, hogy az egyik tag viseletben van, a másik személy pedig hétköznapi, polgári, utcai, csinos öltözékben. És azt szeretném kiemelni, hogy amit látunk a tükörben, amit gondolunk, hogy az a moldvai tánc, az nem biztos, hogy a valóságban úgy van jelen, úgy tükröződik vissza, mint amit mi hiszünk Moldváról. Kell egy tükröt mutatnunk, hogy biztosan azt csináljuk, úgy csináljuk, ahogy szeretnénk, vagy mi magunk se vesszük észre, hogy hogyan torzulunk el. Ezért kell a tükör, hogy tisztán lássunk. Ha már így erről beszélsz, és ez is a koreográfiádnak a témája, ez egy azt gondolom, hogy nagyon aktuális kérdés, hiszen ahogy telik az idő, és egyre inkább távolodunk el, nagyon nehéz megőrizni ezt a kultúrát, a néptáncot. Egyre nehezebb, és egyre nagyobb félreértések, egyre nagyobb félrefordítások vannak jelen, és minél többet foglalkozom a moldvai táncanyaggal, zenével,
viselettel, annál kevésbé tudom, hogy mi az igaz, mi a valóság, és ezért is ezt a címet találtam ki, hogy igazából már én se tudom, vagy én magam nem tudom, szeretném megtudni, de nem állítom azt, hogy tudom, hogy mi a moldvai tánc, ezért nem azt a címet adom, hogy moldvai táncok, hanem sejtésem van róla, de ez még nem az, de nem tudom, hogy mi. És nem tudom, milyen eszközöm van, milyen lehetőségeim vannak igazából megismerni az eredeti táncot, hiszen már a saját helyén, Moldvában is ezek a kérdések nagyon aktuálisak. És ezt mondjuk más egységről származó táncoknál is érzed, vagy a moldvánál főként? Másoknál is, de a moldvainál talán hatványozottabban jelen van, mert kevésbé foglalkoztak vele olyan mélyrehatóan, mint más tájegységekkel. Vagy ha foglalkoztak vele, én még nem találtam meg azt a fórumot, azokat a felvételeket, lejegyzéseket, ami talán ezt teljes mértékben tisztázott, átfogó képet tudna adni. Ezzel foglalkozom, ennek az elején járok. Tehát ha mondjuk egy mezőségivel vetjük össze, ott bátrabban mondanád azt, hogy tudjuk, hogy azt hogy kell csinálni? Igen, azt hiszem, hogy igen. Milyen volt a fiatalokkal együtt dolgozni? Ügyesek, segítőkészek? Abszolút, és a csoport dinamikát azért is említettem, mert most a Bányász Tánc együttes életében pont mikor jöttem, történt egy váltás, hogy a fiatalabbak felkerültek a nagy együttesbe. A munkafolyamat elején még csak a nagy együttessel dolgoztam, és közben csatlakoztak be a fiatalok, és nagyon szép volt látni, hogy hogyan segítik egymást, hogyan karolják fel az idősebbek a fiatalokat. És azt hiszem, hogy erre a moldvai körtánc egy nagyon, nagyon jó kifejezési mód, hogy hogyan lehet közösséget kiépíteni. Említetted, hogy kíváncsi vagy, hogy majd a zsűri mit fog reagálni. Pozitív szavakra vársz? Vagy hogy érzed? Nem értésre várok. Azt remélem, hogy megkérdezik, hogy ez most miért? Mit szeretnék? Nem értik. Magyarázzam meg. És a koreográfiának a címe az egy festménynek az ihletettségéből született. A René Magritte belga festőművésznek van egy olyan festménye, aminek az a címe, hogy a képek árulása, amin egy pipa szerepel, egy pipának a festménye, a pipának egy mása. Tulajdonképpen egy pipát látunk, és alá van írva franciául, hogy ez nem egy pipa. És akkor felmerül a kérdés, hogy de hát mi, hiszen az egy pipa, nem az a pipának egy képmása, hiszen nem tudjuk megtömni, nem tudjuk kezünkbe fogni, bár sokféle pipa létezik. Melyikre mondom azt, hogy pipa? Melyik moldvai táncra mondom azt, hogy akkor ez így kell táncolni, ez a moldvai tánc, vagy ez csak egy kép, amit mi gondolunk? És ezt tükrözzük vissza a táncház mozgalomban, vagy ennél sokkal izgalmasabb és színesebb. És én hiszem és remélem, hogy fel tudom hívni a figyelmet, hogy amit gondolunk a moldvai táncokról, sokszor leegyszerűsítve gondolunk a táncokra, és nagyon közösséginek olyan szempontból, hogy kevésbé individuális táncosok karaktereket jelenítünk meg figurákban, de mégis ott van, annak ellenére, hogy egy egységet, egy nagy kört látunk, ha megnézzük, ez nagyon egyéni tánc stílusa lebontható, és szeretnék ilyen szintre eljutni, hogy ne egy kört, ne egy egységet lássanak, hanem sok-sok szint, és ezért is van most úgy a viselet is, hogy mindenki nagyon színes, elég kaotikus. És amikor összeállna egy egységi a táncban, a terek, az összefogódzások azonnal szétbomlik. Amikor már így megnyugodna a néző, hogy na, most akkor egy körbe vagyunk, na most akkor az lesz, amit már megszoktunk, akkor rögtön szétesik, és minden széthull darabokra. Ez talán kicsit olyan, mint az ős káosz, hogy a rendszer magában a káoszban. Tehát az esetben igen. Kaotikus, ez szerintem egy nem rossz jelző, az egy nagyon izgalmas dolog. És ez adja igazából a keretét, hogy bármi lehet, minden is lehet, és talán sokkal nagyobb szabadságot ad nekünk, ha elfogadjuk, hogy ilyen is lehet a moldvai tánc, hiszen Moldvában is táncolják sokféleképpen, a táncházakban is táncolják sokféleképpen, akkor miért ne lehetne a színpadon is megmutatni, hogy mennyire sok lehetőséget hordoz magában. Mennyi idő volt elkészíteni ezt a koreográfiát számodra, kitalálni? Ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom. Nem tudom.
a téma az, hogy ez nem egy moldvai, ez nem moldvai, ez nem egy pipa, az már egy éve megfogalmazódott bennem, mikor még nem tudtam, hogy itt fogok tanítani. Tehát az ötlet az régóta jelen van, az összes többit meg a táncosok formálták bennem. Ez a koreográfia a mostani előadásra készült, vagy versenyre is terveztek vele menni? Ez a koreográfia a novemberi Agora 11. koreográfus versenyre készül, és most egy munkafolyamatnak egy szakaszát mutatjuk be. Ez most még nincs kész, és valószínűleg novemberben sem lesz kész. De nekem pont ez tetszik benne, hogy nem mondhatjuk valamire, hogy ez le van zárva, és ez a moldvai tánc, ez az elkészült koreográfia, mert ha lezárjuk, akkor megfosztjuk a változás lehetőségétől. Igen, meg hiszen ahogy az üzenet, amit így adsz át, csak azzal, hogy mesélsz róla, azt érzem, hogy ez a folyamatosság és a megújulásnak egy végtelen körforgása, amit ha azt mondjuk, hogy vége, azzal megfosztjuk attól, ami. Azzal lezárjuk, konzerváljuk, és próbáljuk mindig ugyanazt visszaadni, amire azt hiszük, hogy egy lezárt dologban működik, egy lezárt keretrendszerben, de a világ nem ilyen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen. Dardos Tánc Együttes vezetőivel beszélgetek. Elmondanád, hogy mivel készültetek mára? A Vörös Márvány Tánc Együttesnek, igen. A Vörös Márvány Kardos Vörös Márvány Tánc Együttesnek a vezetője vagyok. Egvár Ildikó Vasárnap délután című koreográfiájával készültünk. Ez egy magyar-bődi, felvidéki magyar-bődi koreográfia. Mesélsz nekem egy kicsit arról, hogy néz ki maga a koreográfia? A koreográfia az egy karikázóból, ugye a magyar-bődi karikázó az különösen érdekes, mert két szólamúság jelenik meg benne, szlovák hatásként két szólamúság jelenik meg benne, ez magyar-bőd egész Kassa mellett van az északi magyar nyelvhatáron, volt nyelvhatáron, mert ma már sajnos talán nem nagyon beszélnek ott magyarul, de amikor még ezeket a hagyományokat felgyűjtötték, akkor még nagyon is élt a magyar nyelv, a magyar beszéd és a magyar ének hagyomány, amiben ugye beszűrődött a két szólamúság a szlovák hatásként, és ezért a néptáncosok néptáncos berkekben ezt nagyon-nagyon szeretik, hiszen egy peremvidékről van szó. A tardosi Vörös Márvány Tánc Együttesnek pedig különösen két okból is kedves ez a tánc. Egyrészt azért, mert Szegvár Ildikó készítette, aki nagyon közel áll hozzánk, hiszen fiatal korában nálunk táncolt, kezdett táncolni, és a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolunk vele, úgyhogy innen is üdvözöljük őt, és köszönjük szépen, hogy elkészítette ezt a koreográfiát. A másik oldalról pedig Tardos, ugye Tóth nemzetiségű falu, és ennek köszönhetően a még talán mind a mai napig is Tardoson is a kétszólamú éneklésnek nagyon nagy hagyománya van. Igaz, hogy szlovák dalokkal, de a kétszólamú, ugyanúgy a kétszólamú éneklés, mint a magyar bődömeg, és ezért is gondoltunk színpadra állítani egy magyar bődi koreográfiát, ahol ugyanezt a kultúrának a magyar nyelvű változatát tudjuk. Ha kilométerben vagy távolságban, távol is van egy kultúrában, mégis közel van egymáshoz a saját falunknak a kultúrájához. Történeti szempontból mit mesél el a koreográfiátok? A történeti szempontból az vasárnap délután a címe azt meséli el, hogy a vasárnap, amikor a templomból kijönnek délben az emberek, a magyar bődön volt egy szokás, amikor vasárnap délután, ha nem is nagy bál tartottak, de egy kis szórakozást tartottak, és ennek egy rövidített változatát, amikor kijönnek a templomból, az asszonyok elkezdenek énekelni, a férfiak leülnek, megisztek egy pohár bort, és egy rövid kis vasárnap délutáni táncot, összejövetelt, mulatságot, és aztán utána nyilván mindenki utána dolgozott, mindent csinált, tehát nem mulatság volt, ez csak egy vasárnapi örömtánc, hogy úgy mondhatom. Mennyire volt nehéz ezt az egészet belekompaktálni ebbe a 15-20 perces időintervallumba? Hát a tánc nincs annyi, tehát maga a tánc az olyan 7-8 perc, 15-20 perc lenne, akkor ugye még sokkal több mindent bele lehetne tenni, de sajnos a mai színpadi és ezek a fesztivál követelmények nem engednek ilyen hosszú koreográfiákat, tehát minden koreográfus meg a táncértés is abba gondolkodik, hogy ebbe a
maximum 10 percen belüli időintervallumban kell a lehető legtöbb mindent megmutatni. Így mi is fogunk ki, ugye két szólamú karikázót, egy kis verbunk, győrkei verbunk, ami nem magyar bőd, de nagyon közel van oda, tehát egy azt mondom, hogy kulturálisan összekapcsolódó dolog, és egy lassú csárdás, friss csárdást, ami különösen érdekes. Hát ennyit tudunk beletenni mindegyik, csak egy-két percben, mert hát ugye az idő az szűkíti a nézőnek, majd ezt kell elképzelni, mondjuk egy két órás. Igen. Milyen a munka egy külsős koreográfus segítségével? Ez nálatok gyakori? Igen, gyakori. Gyakori, szeretünk külső koreográfusokkal dolgozni, ugyanis egy táncítésnek az én meglátásom szerint az egy külön szint ad, hogyha máshonnan jönnek, más szemléletmóddal, más látásvilággal rendelkező koreográfusok, és egy-egy olyan táncot betanítanak nekünk, amiben ők speciálisan nagyon felkészültek, amiről ők sokat, utána jártak sokat, tehát ugye általános tudása talán sok mindenkinek van sok mindenről, de mégis megvan az, hogy kinek mi a szívéhez, melyik tájegység áll közel, melyik tánc áll közel, és akkor ő azt nyilván másképpen fogja feldolgozni, jobban utána néz, jobban körbejárja, és akkor így szeretünk azokkal az emberekkel együtt dolgozni, akik ilyen formán egy-egy tájegységet magukévá tesznek, és át is tudják adni, és szeretnék is átadni a csoportnak. Az elmúlt években is részt vettetek már a táncfórumon? Igen, ugyanis a táncegyüttesünknek 4 vagy 5 csoportja is van, most melyik, tehát egész a gyerekektől, most ez a Mákvirágok, vagy Makovice, vagy a szlovákok Makovice, vagy Mákvirágok csoport, ez egy szenior csoportja a táncegyüttesnek, tehát itt ilyen 40-60 év közötti egy-két fiatal is van, de alapvetően 40-60 év közötti olyan táncosok alkotják, akik a 70-es, 80-as években voltak aktív táncosok, aztán ugye mindenki családot alapított, mindent csinált, dolgozott sokat, és most visszajöttek hozzánk, hogy egy újra megéljék a fiatal korukat, és egy fantasztikus társaság, egy fantasztikus csoport jött létre belőle, akikkel tényleg a munka is öröm, és egymást, mint embereket, mint társaságot, mint a népművészet, a népzene, a néptánc iránt való vonzódás erősíti ezt a közösséget, tehát ezáltal egy nagyon jó csoport. De több csoporttal részt vettünk már a táncforumon korábbi években is, igen. Jelentkeztetek idén arra, hogy a zsűrinek meghallgassátok a véleményét, illetve a bírálatát? Természetesen meghallgatjuk, hiszen az ugyanabból, amiben a koreográfus témában elmondtam, ez a zsűrire is igaz, hiszen bármennyiszer előadunk egy táncot, azt mindig, hogyha más zsűri nézi, más ember zsűrizi, ő egy más szemléletmóddal fogja azt nézni, teljesen mást fog látni benne, teljesen más hibák, más pozitívumok fognak lejönni belőle, és ezt nagyon jó meghallgatni, és az ember ugye ebből aztán egyrészt tanul, másrészt meg aztán a sok képből össze tudja rakni azt, hogy milyen irányba, hogy mi az, amit fejleszteni kell, mi az, amit javítani kell, mi az, amit erősíteni kell, mert jól csináltunk, tehát természetesen. És mire számítotok? Pozitívra? Ezt természetesen mindig arra számítunk, aztán majd meglátjuk, hogy... Vannak tervek ezzel a koreográfiával a továbbiakban? Tervezitek akár versenyre vinni? Nem. Egyelőre nem gondolkodtunk ezen. Ez egy jó koreográfia, most versenyre nem, mert maga a csoport sem olyan versenycsoport, tehát ez inkább ilyen egymás szeretete miatt, a nép hagyomány, a kultúra szeretete miatt táncolunk. Nem úgy van, mint egy fiatal csoportnál, ahol ugye a versenyszellem, ez más érlelte össze ezt a csoportot, és a színpadon is mást fogunk látni, hiszen egy jó hangulatú, egy jó mulatság, egy énekekkel teli előadást fogunk látni, kevésbé attraktikus lesz, ugyanis egy 60 éves embertől nem lehet azt elvárni, mint egy 20 évestől, 25 évestől. Igen, ez egy más. Igen, én nagyon szeretem azt is, amikor fiatalok versengenek egymással, hiszen ez is fejleszti, viszi előre a néptáncot, vagy az egész kultúránkat, és a múltban is vitte előre, csak gondolj csak akarod a szegény legényeseket, ugye az ott mindig a versengés fejlesztette, mindig tökéletesebbre, mindig szebbre mondjuk azt a táncot. Itt nálunk, amikor idősebbek táncolnak, itt nem azt kell keresni, hanem itt már a lenyugodott, élettapasztalt embereknek a rutinját. Én azt vallom, azt gondolom, hogy a korosztályokban másképp kell nézni különböző korosztályban táncoló embereket, és én egy idősebb, 40 fölötti
csoportnál már a rutint várom, azt várom, hogy ő jó kedvel, hangulattal, rutinból nem tudja feje fölé emelni, de nem is kell. Elég, csak megmutatja, hogy ő azt oda gondolta, és az nagyon jó fog lejönni, nagyon egy hangulatos énekre nagyon jó fog jönni, és én vallom, hiszen nekem is tetszik, hogy a közönségnek is tetszeni fog. Most már, ahogy említetted, hogy ti többször jártatok már ide-vissza a táncforumra, mi az, ami mindig visszahoz tiszteteket? Jó hangulat. Én azt gondolom, hogy ezek a kezdeményezések, amik és több ilyen van itt a megyében, amik megpróbálják a táncegyütteseket egy fesztivál, vagy seregszámla mondhatom, vagy bármilyen kifejezést használtok erre, összehozni egymás előtt, megmutatni a munkájuknak a gyümölcsét, ez mindig jó dolog, ez mindig egy jó érzéssel tölti el az embert, és ennek megfelelően a hangulat az ugye rajtunk múlik, mert ha mi jól érezzük magunkat, akkor a hangulat jó lesz, mert akkor a többi csoport is jól fogja, a közösség is jól fogja magát érezni, és ez mind rajtunk múlik. Természetesen arra számítok, hogy jó hangulat lesz. Már a többiektől is kérdeztem, de neked is szeretném feltenni a kérdést. Így, hogy a néptáncnak a világában mozogsz, és látod azt, hogy azért van utánpótlás, hogy látod, milyen a jövője a tánckultúrának és ennek a megőrzésének? Mi ugye a Vörösmárvány táncegyüttesen mi falun működünk, egy tartós, egy 1600 lelkes falu, ami viszonylag azért nem kicsinek mondható. Ugyanakkor ebbe a faluba, hogy 4-5 csoport tud folyamatosan működni, és ez egy fantasztikus dolog, és én ezt mindig, amikor megkérdezik, és van, hogy városból megkérdezik, hogy hogyan csináljuk ezt, hogy ennyi gyereket, van 40 vagy 50 gyerekünk, van tehát nagyon 100 tagot számlál körülbelül összességében a közösség. Hogy hogyan? És mindig azt mondom, hogy nem elég csak a jó szakmai, kell hozzá jó szakmai munka, kell hozzá a néptánc magas ismerete, kellenek hozzá a jó táncpróbák meg minden, de a Tardos esetében, tehát ahol kis faluban tudunk ekkora közösségeket összehozni, ott leginkább én azt gondolom, hogy a hagyománynak és a múltak van szerepe, az, hogy 50 éves volt a táncegyüttes egyébként tavaly előtt, és azok, akik akkor gyerekként táncoltak, most már talán az unokájukat küldik oda, tehát megvan ennek a folytonossága, megvan ennek az egész falu életébe, ez be van programozva, be van kódolva az, hogy az a táncegyüttes működik, jól működik, minőségi munkát csinál most, hogyha mondhatom is, legalábbis a falusi szinten mindenféleképpen, de én azt gondolom, hogy a megyei szinten is, főleg egy kis falutól elvárhatóan, a megyei szinten is jó produkciókat, minőségi produkciókat tudunk a színpadra állítani, nyilván a mi kultúránkban, mert mi leginkább ezzel a felvidéki vagy szlovák koreográfiákkal, tehát ami a mi kultúrkörünkhöz tartozik, azzal foglalkozunk többet, de jó színvonalban, megfelelő színvonalú előadásokat tudunk előállítani, és ez, illetve az, hogy a múltja megvan 50 év, 50, most már 52 évre visszamenőleg a táncegyüttesnek, ez generálja évről évre azt, hogy be tudjuk vonzani a gyerekeket, az újabb gyerekeket, folyamatosan tudunk újabb csoportokat létrehozni, és ha így nézem, akkor van jövője. Akkor van jövője a néptáncnak, van jövője a kultúrának, és most már mondhatom, hogy talán most egyre nagyobb divat is lesz ezzel foglalkozni, hála Istennek, és azt is elmondhatom, hogy azért ehhez azért a néptánc mozgalom azért komoly támogatásokat is kap. Van valamilyen célok? Már szakmai vagy? Akár a közösségileg, akár közösségileg, szakmailag. Közösségileg mindenféleképpen ezt a csoportot fenntartani, előrevinni, hiszen nagyon sok programot szervezünk a tánc és a zenén kívül is összejövünk. Tehát minél nagyobb közösségi összetartást tudunk, barátságot tudunk a csoporton belül létrehozni, ez annál a fiatalabb generációk, például ezzel a csoportról beszélek, most a fiatalabb generációk ezt látni fogják, a fiatal az mindig az idősebbet igyekszik utánozni, és akkor ők is ezt fogják megvalósítani. És hogyha ez így lesz, akkor lehet utána a szakmával és a tánccal magasabb szinten foglalkozni bármivel. De ez az elsődleges szempont, és a legfontosabb, hogy egy jó közösség legyen, egy baráti hangulat legyen, egy baráti társaság legyen, és mindenki jó kedvel jöjjön oda, szeressen, egymást szeressen táncolni. És ilyen fantasztikus fesztiválokon mindez is meg tudjuk mutatni magunkat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, további szép napot kívánunk.